Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági Magazin főzőcske rovata ezúttal Szegedről, a Szegedi Gabona Kutató Liszt laborjából jelentkezik. És hogy miért pont ebből a laborból jelentkezünk, vendéglátom Kovács Zsuzsa, akivel már korábban is dolgoztunk itt, és sütögettünk, főzőcskéztünk, és hogy miért pont ebben a kis boszorkány konyhában fogunk ma sütni, ezt szeretném tőled megkérdezni. Mi folyik itt napról napra? Hát Szegeden vagyunk, és azért boszorkánynak itt illik lenni. Néha tényleg boszorkányos dolgokat művelünk, és főleg próbálunk kitalálni olyan élelmiszereket, amik mostanában ez a kifejezés érvényes rájuk, hogy alternatív növényeket próbálunk belevinni újból a étkezésbe. Olyan növényeket is nemesítenek az intézetben a kollégák, amik ráadásul egy olyan diétához valók is, mint a lisztérzékeny diéta, vagy gluténmentes diéta. Tehát a cöliákiások részére is nagyon hasznos új élelmiszer lehetőségek, amiket bevihetnek a mindennapi étkezésbe. Mit találtál ki most nekem, hogy mit fogunk csinálni? Hát... ez igazándiból egy próbatétel, mert én még férfi emberrel nem sütöttem ezekből gluténmentes kenyeret. Arra szeretnélek kérni, hogy háromféle gluténmentes kenyér lisztünk van, egyet válasszál ki, és abból fogunk sütni egy kenyeret. Illetve te fogod sütni, nem én. Így van, megpróbálom legalábbis. Na most mi ez a három? Három különféle színűt látok itt. Igen, az egyik az a hagyományos fehér kenyérhez nagyon-nagyon hasonló. A másik az, meg kell mondjam, ő az én kedvencem, a barna kenyér. Régebben is sok-sok barna kenyeret sütöttünk, ami rostban gazdagabb, meg magokban. És itt van egy, ami szintén nagyon jó, egy lenmaggal dúsított, a barna és a fehér kenyér között van. És akkor ennek mi az alapanyaga? Miből van ez őrölve? A lisztben van cirok alapanyag, köles alapanyag, itt az asztalon láthatók is ezek a magok, és van benne rizsliszt is, de itt az egyik GK lenmag is benne van. Hát akkor csináljuk meg ezt, mert ebben minden benne így van, jó? Így van. Jó, ez akkor ezt kiválasztjuk. Kimértem a lisztet. Ez annyira egyszerű, önts bele, légy szíves, és egy ilyen... Az egészet öntsem bele? Egészet. Na most ebbe a lisztkeverékbe benne van a só, benne van a sütőszer. Tényleg, így hozzátok forgalomban? Igen. Ezzel keverjem? Igen. Jól csinálom? Egyszerűen szenzációsan csinálod. Ez majdnem olyan, mint hogyha palacsinta tésztát csinál az ember. Pillanatokon belül itt most egy kicsit gyorsan kellene, mert ahogy érzed, de nem sűrűsödik pillanatokon belül. Igen, nagyon. De akkor már nehezebb ilyen gyorsan keverni, de nem kell megijedni egyáltalán nem, tőle. Nem vagy te nem olyan ijedős, igaz? Nem, eddig legalábbis nem voltam. Jó. Na, meddig ez kell? Szerintem már kész is. Kész is? Igen. És most légy szíves, egy kicsit gyúrkáld. Így össze-vissza? Össze-vissza, de már is nagyon jól gyúrtad. És nézd csak, igen. Így hengergesd. Hengergetem. Úgy. És már majdnem jó a és formája még, is. Még liszt kell, mert érzem. Nem kell. És csak, aha. Látod? Ide se kell már. Ja, oda se. És gyakorlatilag ez kész. Kész? Ekkorika az egész? Ennyi. Hány perc volt? Hát nem tudom. Tényleg, na, ennyi az egész? Ennyi az egész. Jé. Na hát. Itt van egy pengerrel, nagyon vigyázzál, légy szíves. Minél több vágást kellene rajta ejteni, körülbelül 2 centinként, egy kicsit ferdén, és mélyen. Mélyen. Hogy minél több víz ki tudjon párologni a sütés közben, bátran. Így úgy, jó. Megfoghatod, nyugodtan. Ja. Ez a tészta nem hímes tojás. Azaz. Az. És akkor 2 centink? Úgy, nagyon jó. Nagyon jó. Azaz. Szuper. Hű, de ügyes vagyok. Szerintem is. No. Nagy
korszerű. És ez mennyi idő, amíg ez kisül? Mert ugye néhány perc alatt összekevertük az egészet, megformáztuk, és mennyi idő? Én 60 percig szeretem sütni. 60 percig. Be is állítottam az órát. Jó, oké, rendben van. És csörögni fog. Hát akkor már nincs más hátra, mint megvárjuk a 60 percet. Kedves nézőink, most, hogy kisült a kenyér, így meg fogjuk kóstolni, és készültem neked egy meglepetéssel. Igen? Ugyanis hoztam neked egy házi dzsemet. Szereted a dzsemes kenyeret? Hát, úgy nézek én ki, mint aki nem szereti. Ugye azt tudják rólam, hogy van kertem, és minden olyan terméket, ami ott terem, azt feldolgozok. Szamócám is van, és a szamócát is feldolgozom, dzsemet csinálok, és ez a saját dzsemem, képzeld el. Hát megtiszteltetés. Mit szólsz hozzá? Kibontjuk. Remélhetőleg sikerülni fog. Ah, oh, nagyszerű. Az erő veled van. Ó, ez túl jó illatú. Na most a dzsemről azt kell tudni, hogy 5-10 percig szoktuk csak főzni. Én dzsemfixel szoktam ezeket elkészíteni. 3 az 1-ben, az azt jelenti, hogy nagyon kevés cukor van benne, hozzáadott cukor. És hát tulajdonképpen így az élvezeti értéke az sokkal nagyobb, mint hogyha, mit tudom én, boltból veszünk. Mert ez 100%-ban a gyümölcs, az a gyümölcs, amit beleteszünk az üvegbe. Felvágjuk akkor a kenyeret, jó? Jó. És megkóstoljuk. Nagyon szép. És az illatához mit szólsz? Fantasztikus, fantasztikus. Na most akkor ezt egy kicsit megkenjük, jó? Hát, ne kicsit. Szerintem ennyi elég rá. Ennyi biztos elég? Nem. Nem? Csak akkor még ide egy kicsit, jó? Még egy kicsit, de ennyi már tényleg elég rá. De gusztam. Nekem a kenyér nagyon nekem ízlik. Nagyon finom. Ízlik a dzsem. Finom. Nagyon, nagyon finom. Kedves nézőink, mai főzőcske rovatunkban gluténmentes kenyeret készítettünk, és a végén ezt megkóstoltuk a saját készítésű szamóca dzsememmel. Remélem, hogy tetszett önöknek is a recept, és hogy minél többen el fogják készíteni, és fogyasztani fogják ezeket a gluténmentes termékeket. Köszönöm szépen figyelmüket!